Jó estét kívánok! Meglehetősen jól sikerült a szezon kezdet Dévai Márk, az Alba Triatlon ESE versenyzője számára, aki az idei első Európa kupa futamon a 9. helyen ért célba Portugáliában. Úgyhogy hogyan is sikerült ennyire jól ez a verseny, és hogy mit vár a szezon további részétől, azt majd elmondja ő maga. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia! Én is köszönöm szépen. Elégedett vagy? Igen, igen, abszolút. Ez oké? Teljesen rendben volt. Jóskán lefaragtam a helyezésből a tavalyi versenyhez képest, ami ugyanitt volt nagyjából ugyanebben az időpontban, plusz-minusz egy hét. Sokkal erősebb volt az egész verseny, és ugye el tudtunk úszni a nagyon hullámzó óceánban, elég nehéz is volt, és elment egy kisebb csoport bringán, és nagyon szépen végig dolgoztuk a többiekkel, úgynevezett lánctalban forogtunk végig, hogy mindenki dolgozzon, és jelentős előnyre is tettünk szert. Úgyhogy utána a futáson pedig tartani kellett a pozíciót. Mielőtt még részletesebben belemennénk, azért beszélj arról, hogy mennyire voltál már harapós, mennyire vártad már a szezon kezdetet? Általában nálad te hogy működsz a holt szezonban? Hát, milyen hatással van rád? Vártam már egyébként, különben egész gyorsan eltelt ez a tél. Volt már olyan, amit jóval hosszabbnak éreztem. Ugye ebbe volt 3 edzőtábor az alapozás során összesen. Természetesen vártam versenyezni, nagyon szeretek, úgyhogy nagyon vártam már. Ahol volt a verseny, az a helyszín is az egyik kedvencem. Ugye Kvártejre, Portugália. Igen, igen. Maga a város is, óceán, part, pálmafák, kire szeretni. Valamint a verseny is, mert elég nehéz, tehát mind a három része nagyon nehéz a versenynek. Az úszás a nagy hullámok miatt, a bringa, a szél, és van egy emelkedő a pályában, amit minden körben meg kell mászni a 40 kiri alatt, ez 6 kör. A futás pedig a parton van, kisebb kockaköveken, úgyhogy ugyanúgy a szél is tényező, valamint hát igazából a talajfogás sem ugyanolyan, mint mondjuk egy pályán vagy egy rendes aszfalton, nyilván mindenkinek ugyanaz, de ez is egy picit nehezít. Jó idő volt verseny alatt? Most nem volt annyira jó idő, 16 fok volt, a víz meg 14 fokos volt, úgyhogy tavaly kicsit melegebb volt. Hogy lehet készülni a tengeri hullámokra? Hát legjobban arra, hogyha benne úszunk. Erre volt lehetőséged az edzőtáborban? A legutóbbiban volt, a Cipruson voltunk, volt lehetőségem tengerben úszni. Egy alkalom volt, amikor már azt mondtam, hogy na, ezek most már szép nagy hullámok, úgyhogy lehet gyakorolni kvartérára, de aztán amikor oda megérkeztem és megvolt az úszáspálya beárás, akkor rájöttem, hogy azok a hullámok Cipruson, azok ilyen kis vízrezenések voltak ahhoz képest, úgyhogy próbáltam minél többet gyakorolni a rajtnál, a befutást a vízbe, beugrani a hullámokba és az elején úszni, úgyhogy Ennyit lehetett. Hát ugye jó úszó hírében állsz, és ezt a tavalyi velencei 23-as Európa bajnokságon is bizonyítottad a Velencei tóban. Mennyire kell másként úszni tengerben, mint mondjuk, hát mondjuk adott esetben a Velencei tóban, ha már ezt a párhuzamot állítottam. Mi az, amit te ilyenkor másként csinálsz? Hogyan alkalmazkodsz? Hát igazából nyilván ugye a tóban nem sok hullám van, úgyhogy egyszerűbb. Viszont azt mondanám, hogy igazából a nagyon nagy különbség szerintem legalábbis a medence meg az élővíz között van. Uh-huh. Én az élővízet sokkal jobban szeretem, gyorsabb is vagyok benne. Hát egy ilyen nagyon hullámzó tengerben vagy óceánban ez esetben igazából nagyon erősnek kell lenni ahhoz, hogy megküzdjön az ember a hullámokkal, de ekkora hullámokat úgy lehet legyőzni, úgyhogy csak át kell úszni rajtuk. Akár meg lehet próbálkozni ilyen szörfös trükkökkel, hogy egy kicsit alatta átmenni, de ez nem mindig jön be, tapasztaltam. Úgyhogy hát figyelni kell, amikor ugye előre nézünk,
a bújára, vagyis hogy merre van a búja, akkor a hullámokat is figyelni, hogy mikor jön esetleg egy nagyon nagy, hogy fel tudjunk rá készülni, hogy ne dobjon hátra még 5 métert. Mennyire jellemző, bár hát nyilván ezt azért most már kevésbé tudod, mert általában a mezőny az mögötted van, de előfordul bunyó lögdösödés a vízben? Ez rendszeres? Ez igen, mondjuk benne van a pakliban? Igen, a rajt után is. A triatlonban, aha. Bár ott kevésbé, ugye minél föntebb megy az ember korcsoportban, annál kevésbé, mert amikor még kis újonc voltam, akkor ha a rendelkezésünkre állt egy egész tó, akkor is szétvert mindenkit, mert nem tudom miért. Uh-huh. Elitbe már kevésbé, de a bójánál ott ugyanaz van minden korcsoportban, úgyhogy ugye amikor fordulunk, attól is függ, hogy mennyire nagy ívet kell fordulni a bójánál, akkor összegyűlnek az emberek, és mindenki egymás egyén hátán lenyomják, egymás lehúzzák. Tehát ez nyilván nem feltétlenül akaratlagos, hiszen dolgozik az emberben az adrenalin. Persze, meg hát nyilván velem is előfordul, én is szoktam lenyomni valakit, vagy visszahúzni, mert ugye csak az ember előre húzna a vizet, próbálna úszni, és nem vizet talál a kezen, hanem valaki mást. Úgy, azt mondtad, hogy gyorsabb vagy élő vízben, mint medencében, ez vajon miért van? Hát szerintem a technikám, a víz alatti technikám, meg nem tudom, igazából jobban is szeretek ott úszni. Nem szeretem a fordulókat a medencébe, úgyhogy ennyi. Szerintem jobban tudom érezni a vizet, az élő vizet, jobban meg tudom húzni. Ennyi igazából szerintem. Ja, adáson kívül elárult ad, vagy hát beszélgettünk erről, hogy azért, amit ott Quarteirában a bringán csináltál, az egészen kivételes volt. Mert hogy ezt tudtátok mérni. Mit is jelent ez pontosan? Igen, van a kerékpárban egy wattmérő beépítve a hajtóműbe, ami ugye méri az erőkifejtést tekerés közben, és ugye, hogy mentünk a szökemény sorral dolgoztunk szépen, egy olyan átlag jött ki, ami tehát megnéztük a Riói olimpiának a kerékpáros sornak, akik vezették a versenyt a watt adatait, és ahhoz közeli eredmény jött ki. Ugyanúgy 40 km volt az is, ez is, úgyhogy elég erős volt. Ott a helyszínen, vagy általában versenyeken az edzőtől, édesapától, Dévai Lászlótól mennyire kapsz tanácsokat, mennyire élő köztetek ott a kapcsolat? Hát amikor ott tud lenni a versenyen, akkor nyilván, bár ha nem, akkor is meg tudunk beszélni mindent előtte, csak ha ott van, akkor még közvetlenül akár a rajt előtt is átbeszélni dolgokat, esetleg... Hát igazából bármit, nyilván ha ott van, akkor látja az egész pályát élőben. Most ott is, volt? Ő is most nem tudott ott lenni, sajnos. Meg tudja nézni a bringa pályát esetleg, ha valamit én úgy látok, vagy én nem veszek észre a pályába, még mielőtt bejártuk volna, hogy esetleg itt ilyen kanyar van, vagy az emelkedőn, vagy helyezkedni, hogy nyilván verseny közben is bekiabál, hogy kéne helyezkedni, vagy hogy esetleg az, hogyha szökés van, ami nagyon hasznos, hogy mennyire vagyunk a következő csoporttól. Most kaptál tőle kritikát? 9. Nem, igazából. Dicséretet? Dicséretet kaptam. Na, ez jó hír. Hát ez tényleg. Jogos. Igen. Beszéltünk már arról, hogy hogyan is készültél erre a szezonra. Akkor a holt szezonban már tudtad, hogy hány versenyre tervezel erre az évre? Hát így lőttétek be az edzéstervetek? Ez már akkor tudott volt? Igen. Hát szerintem ilyen december környékén már megjelennek a következő évi versenyek, Európa kupák, világkupák, nagyjából a magyar versenyek is, úgyhogy össze tudjuk rakni a versenynaptárat, és egy tervezetet legalábbis elsősorban, és utána kisebb változtatások még lehetnek benne, de nagyjából össze tudjuk rakni, és erre mindenképpen úgy készültünk, hogy ez lesz az első versenye az évnek. És hány versenyre
hány versenyt terveztetek be, és milyeneket? Hát körülbelül egy olyan 15 darab versenyt. Van benne 4-5, esetleg 6 Európa kupa, mint ez is, körülbelül 5 világkupa szintén, egy pár magyar verseny, és szeretnék indulni legalább egy versenyen a nagy világsorozatban is. Az értékelésben és egyáltalán az olimpia felé vezető úton ezek az említett versenyek, versenykategóriák, ezek közül mondjuk melyik nyom a legtöbbet a alatban? Hogy épül fel a triatlon versenynaptár? Úgy épül fel, hogy a VTS, az a nagy versenysorozat, az a legnagyobb, az adja a legtöbb pontot. Utána következnek a világkupák, és utána az Európa kupák. Tehát pontosan ezért is szeretnék minél több világkupán indulni, hogy májustól minél több pontot tudjak összeszedni, és ezért szeretném kipróbálni is a VTS-t, hogy miért tudok, hogy tudok versenyezni a legnagyobbakkal együtt. Most, hogy minden igaz, a világranglistán a 88. helyezés a tiéd. Volt már ilyen jó előkelő helyezésed? Nem, eddig ez a legjobb. Tavaly ilyenkor a 240. helyen voltam. Az igen, az egy elég arról ugrottam fel a 94-re uh-huh. évvégére, mire lezárult a 17-es szezon, és most ezzel az eredménnyel még 6 helyet ugrottam előrébb. Az szép. Nekem most tudod, mi jutott eszembe? A tenisz világranglisták, mert ott mondják, hogy ha bekerül az ember mondjuk a top 100-ba, akkor egy olyan nyomás kerül rá, hogy néha úgy nem nagyon mennek a dolgok. De akkor te nem érzel ilyet, hál' Istennek. Nem, szerintem maximum top 10-ben, de esetleg ott lehet, hogy ott se. Nem tudom. Én minél előrébb akarok lenni. 50-ben legalább. Úgyhogy minél többet előrébb ugrani még a szezon során. Az sok meló? 88-ról bejutott? Sok, mindenképpen sok. Annyiból jobb egy kicsit idén, mint tavaly volt, hogy két része van a listának, van egy előző úgymond ciklus, meg egy jelenlegi, és nekem az előzőben eddig 2 verseny szerepel, és 6 a maximum, a jelenlegiben pedig van 6. És hogyha telnek a versenyek, telik az idő, akkor a jelenlegiből előző lesz, és akkor az előzőben lesz a 6 verseny, jelentős pontszámmal, és arra rakódnak rá a következő versenyek. Tehát így még nagyobbat lehet előrelépni. Arról beszélgettetek edződdel, édesapáddal, Dévai Lászlóval, hogy mikor az elmúlt egy évben minek köszönhető ez a nagy ugrás most a pályádban, a pályafutásodban és egyáltalán a virágramista helyezésedben? Mi történt veled? Hát igazából voltak jó eredményeim előtte is, elkezdett beérni a közös munka minden téren, mind a 3 sportban. Úgyhogy egyre jobban kezdek beérni a versenyekre, most már több olimpiai távú versenyt is csináltam, sprintávot nyilván azt már rengeteget, úgyhogy abban sokkal több tapasztalatom van. Azok, hát mondhatnám azt, hogy egyszerűbben mennek, nyilván nem egyszerű egy verseny se, de egyszerűbben mennek, és igazából így szépen összerakódik az egész. Hát ez a világranglista 88. pozíció, ez nem sokon múlott egy apró technikai problémán, de talán lehetne sokkal jobb is. Ezzel nyilván kár keseregni, de azt gondolom, hogy ez egy érdekes momentum, hogyha visszagondolunk arra, hogy a nagy döntőben, a Grand Finalben, Rotterdamban mi is történt veled, mert ott gyakorlatilag a mezőny elejéről kényszerültél kiállni. Ez még egy tavaly évvégi történet, de azért nem árt, ha megemlítjük, hogy azért a nézők érzékeljék azt, hogy bizony az élsportoló néha azt is megéli, ami az érem sötétebbik oldalán van. Igen, sajnos előfordul, ugye a kerékpár technikai sporttá teszi, tehát ha bármi történik vele, akkor vége a versenynek. Ugye elég jó helyen voltam, vezettem az úszást a VB legjobb úszó idejével, amit csak ha az összes korcsoportot vesszük, úgyhogy az elég jó volt. Szépen mentünk egy ilyen 5-6 fős
bójjal elől dolgoztunk. Elég technikás, kanyargós, kockaköves volt a bringapálya, és az egyik kigyorsításnál egyszer csak konkrétan lejjebb ugrott a láncom, vagy öt sebességet, és onnastól kezdve nem kapott rá, mert később a verseny után, miután ugye feladni kényszerültem, megnéztem a láncot, és megláttam, hogy egy vagy két szem elcsavarodott. Tulajdonképpen nem tudom, hogy az erőkifejtéstől, vagy valahova beakadhatott, erre nem tudtam rájönni. De miután elcsavarodott, nem tudott ráfogni a fogaskerekekre, ezáltal nem tudtam rendesen tekelni sem, mert csak ugrált fel le a lánc, úgyhogy ott vége lett. És ott voltál gyakorlatilag a mezőny elején. Igen. Ez mennyire nyomasztott utána? Hát nyomasztott, mert egy jó eredményre számítottam, de igazából nem tudtam vele nagyon mit kezdeni, hogy most a láncom konkrétan feladta az egészet, úgyhogy rosszul esett nagyon, de túléptem rajta, lecseréltük a láncot, és utána a következő versenyen már jó eredményem lett, úgyhogy az vigasztalt. Úgyhogy Ugye itt a triatlonban, hogyha a kerékpárral valami gond van, vagy legalábbis ilyen komoly technikai probléma, akkor nincs mese, nem úgy, mint egy országúti kerékpárverseny, ahol egy Combat Service csapat követi a versenyt. Igen, maximum kereket lehet cserélni, hogyha ha van valakinek pótkereke a kerékdepóba, de azt is csak a versenyzőnek saját magának, nem szabad külső embernek segíteni, de ennyi a maximum. Hát nyilván ez is mutatja, hogy nagyon helyesen persze, egyre jobban kell tőle tartani a mezőnynek, az élmenőknek. Ezt észreveszed rajtuk? Mondjuk egyre nagyobb tisztelet vesz körül, azt mondhatjuk? Hát azt észrevettem már így a tavalyi év során, hogy azért egyre többen ismernek, akár nagyon távoli kontinensekről is, leszámítva azokat, akiket már a versenyek során, tehát más versenyzőket ismerek, vagy ismerjük egymást, mert együtt álltunk a dobogón, együtt versenyeztünk, de rajtuk kívül csapatvezetők is tudják a nevemet. Valamint még a tavalyi Aquathlon EB-n volt az, amikor az ETU elnöke jött oda hozzám a verseny után, és gratulált, hogy milyen jót úsztam, mert Szlovákiában volt, és a jelenlegi legjobb úszó triatlonban a világon egy szlovák versenyző, és hát majdnem megvertem akkor, és azután volt ez, hogy az elnök odajött, úgyhogy az nagyon jól esett. Hát nagyon-nagyon reméljük, hogy idén augusztusban a Fehérvári Triatlon Európa kupán is örülhetünk majd a sikerednek, meg egyáltalán a magyar versenyzők sikereinek. Számodra mit jelent az, hogy ez egy ilyen duplán hazai rendezésű? Hát nagyon örülök neki igazából. Már a Velencei EB-nek is nagyon örültem, hogy húha, nagyon közel van hozzám, szinte hazai verseny, de ez most már teljesen hazai verseny lesz, úgyhogy tényleg nagyon örülök neki, nagyon, nagyon várom, kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. És megpróbálok nyilván. Van valami tanulság, amit az előző évi 23-as EB kapcsán levontál a helyszínt, vagy a saját teljesítményedet illetően, és idén mondjuk beépíted a terveidbe, majd az Európa kupán? Vagy a hozzáállásodba, vagy bármilyen apróság, amit hát akkor felfedeztél? Igazából a hozzáállásom szerintem elég jó volt, mert már sokkal a verseny előtt kimentem a pályára, ugye az a velencei pálya az nagyon-nagyon technikás volt, úgyhogy nagyon sokat bringáztam rajta, ismertem minden kanyart a versenyen, úgyhogy ez nagyon nagy erőny volt, nagyon sokat jelentett. Ott igazából szerintem minden teljesen jól jött össze a versenyen. Bár megpróbálkoztam az elején elmenni egyedül bringán, de a mögöttem lévő sor elég erősen összedolgozott. De természetesen ettől függetlenül abszolút rendben volt a verseny, úgyhogy túl sok tanulságot így nem tudok levonni. Idén meglátjuk ezt az LK-t. A pálya nem lesz annyira technikás, jóval egyszerűbb lesz. Kíváncsi leszek, hogy kik fognak eljönni, esetleg lesz-e jó úszó rajtam kívül, akivel esetleg el tudok menni, mert az nagyon sokat jelentene. Ha nem, akkor pedig
akár nagy bolya a bringán, szépen együtt dolgozni, szépen bennmaradni a bolyba, és utána pedig futni egyet. Tehát ez ilyen alapvető dolgok. A verseny úgyis mindig adja magát, ahogy alakul közbe. De nagyjából ennyi. Gondolkodjunk egy kicsit hosszabb távon, ahogy tettük ezt egyébként néhány hónappal ezelőtt, és hiszen kikerülhetetlen a téma, nevezetesen 2020-as Tokiói olimpia. A top mennyiben kell benne lenned, hogy ott legyél? Ugye májusban nyílik a kvalifikációs lista, és ugye ott a VTS-eken, a világkupákon szerzett pontok alapján kerülnek fel a versenyzők. És igazából szerintem 50, az ITU ranglistán 50-ben benne kell lenni. És természetesen a magyar versenyzők között is. Sok vetélytársad van itthon? Itthon sok vetélytársad van? Hát van igazából, akad egy pár. Van egy ilyen felosztás a szövetségen belül, több szintre van osztva. Vagyunk egy jó páran, tehát nem olyan, mint egy ilyen mondjam, kisebb ország, ahol összesen van két versenyző, és akkor ők felosztják maguk között. Nyilván nem is olyan, mint mondjuk a briteknél, ahol millió meg egy versenyző akarja. Itt a kettő köz valahol, de egyébként akad egy pár. Tehát meg kell dolgozni azért, hogy benne legyek a top 2-ben vagy a top 3-ban. Térjünk vissza közeli jövőre. Legközelebb hol állsz rajthoz? Legközelebb április közepén egy Merilla nevű helyen. Ez Spanyolországhoz tartozik, de Afrikában van. Úgyhogy ott lesz a következő állomása az Európa kupáknak, úgyhogy ott fogok versenyezni. Ehhez a helyhez fűződik valamilyen kellemes élményed korábbról? Igen, tavaly voltam először ott, akkor ez a verseny októberben volt, ez volt az Európa Kupa sorozatnak a záró futama, úgyhogy oda elmentem. Igazából ott is 9. lettem, de az is jól sikerült az a verseny, akkor a szezon végén, ez már október közepe felé volt, úgyhogy már nagyon, nagyon a végén volt a szezonnak. Nekem tetszett az a pálya is, rendben volt, úgyhogy várom már. És húsvétkor kapsz pihenőt? Nem, szerintem. Én nem akarok legalábbis. Nem akarsz? Most szeretnék edzeni, mert kicsit több, mint 2 hét van a verseny, úgyhogy most edzeni kell. Úgyhogy a húsvét az úgy részben elmarad. Vagy lesz locsolás? Ezt tartod? Lehet, hogy lesz egy kisebb, de olyan nagy dolgokra nem. Nagy dolgokat nem tervezek. Hát az ideális tanítvány, nem tervez pihenőt húsvét alkalmából sem. Dévai Márk, szerintem édesapád egyben edző Dévai László elégedetten bólogat a tévékészülék előtt. Lehet. Márk, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. További sikereket neked szurkolunk. Kellemes húsvéti ünnepeket azért. Neked, nektek. Igen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. És köszönöm. Kedves nézőink, önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, és egyben önöknek is kellemes húsvéti ünnepeket kívánok. Minden jó, további szép estét, viszontlátásra!